Védelem az árvíztől, záportározó segít megfogni a lezúduló csapadékot. Folytatódik a felújítás a Ferencesek utcájában, a vízvezetékrendszert korszerűsítik. Félelmetes és óriási darázs a városokban, azonban ártalmatlan a hártyás szárnyú rovar. Román válogatott baranyai focista, a női vonalat erősíti a tehetséges fiatal. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. A pápa pénteken Udvardi György pécsi megyés püspököt a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé nevezte ki. Pécsre új püspök kerül. Az egyházi törvénykönyv 401. kánonjának első paragrafusa szerint az a megyés püspök, aki betöltötte a 75. életévét, be kell, hogy nyújtsa hivataláról való lemondását a pápának, aki az összes körülmények figyelembevételével hozza meg döntését. A korábbi veszprémi érsek Márfi Gyula korábban kérte nyugdíjazását, amit Ferenc pápa elfogadott és döntött az utódjáról is. Elkészült a Baranya csatornára tervezett 53,5 hektáros, 1.280.000 köbméter kapacitású záportározó, a Barátúritó, amelynek elsődleges feladata a tavaszi árvíz veszély csökkentése, közölte a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. További tározókat is terveznek a megyében, de ezek még csak tervezési szakaszban vannak. A most átadott Barátúritó kialakítása 2 milliárd forintba került. Ilyen magasság. Az ablakpárkányig ért a víz a 2010-es sásdi árvíznél, mutatják ezen a korábbi felvételen. Akkor átáztak a falak, a bútorok, berendezések tönkrementek. 2013-ban újra árvízveszély alakult itt ki. A gödrei vízfolyás veszélyeztette a sásdiakat. Folyamatosan szivattyúzni kellett, hogy megakadályozzák a vízbetörést. 2010-ben volt a legnagyobb, de hát azóta is, tehát a napjainkig szinte minden évben vannak nagy vizek itt a Baranya csatornán. És mi készítettünk épp ezért egy tanulmányt a teljes vízgyűjtőre, hogy hogy lehetne tározással ugye ezeket a többletvizeket visszafogni. Ennek eredménye a most kialakított Barátúritónak elnevezett záportározó, mondja a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője. A záportározó Barátúr, magyar szék és magyar hertelent határában épült fel. A Baranya csatorna felső szakaszáról, valamint a Kaszárnya patakon érkező árvizek visszatartásában lesz fontos szerepe. Az árvízi károktól mintegy 4000 lakost fog hatékonyan megvédeni, de további tározók építését is tervez. A megyében. Topográfiai alapon, tehát ahol logikusan lehet tavat építeni, ezeket a helyeket kijelöltük, és gyakorlatilag majdnem minden nagy mellékágra, itt a Gödreire is, akkor itt egy részletesebb tanulmány már készült a felsőegerszegi mellékágra. Tehát ennek már megvannak a műszaki megalapozó terve is, és egyébként mondom összesen a mellékágakra 8 ilyen javaslat készült. De mindközül a legnagyobb a Barátúritó, amit 2 milliárd forintból alakítottak ki. Ez olyan elven működik, mint a mosdókagylóknál, fürdőkádaknál a túlfolyó. Ha túlságosan megemelkedik a folyók vízszintje, a víz ebbe az átmeneti tározóba tud átfolyni. Így a vízfolyások nem lépnek ki medrükből, nem okoznak árvizet. Mint arról beszámoltunk, Szemeljácz János, az Indit közalapítvány szakmai vezetője a közelmúltban bejelentette, jövő évben a Berze Nagy János utcai alkoholambulancia mellett serdülő ambulancia épülhet, ami a most már körvonalazódni látszódó serdülő addiktológiai ellátórendszer egyik eleme lenne. A célok elérése érdekében 6 milliárd forintos pályázatot írnak ki gyermekpszichiátriai és addiktológiai fejlesztésekre, amelyekből a pécsi programra 120 millió forintot nyertek. A 270 négyzetméteres központba Somogy, Tolna és Baranya megyéből érkezhetnek a betegek, de lesz online drogambulancia is, ahol szakembereknek adnak internetes tájékoztatást. Az építkezés jövő nyáron kezdődhet és 2021-re készülhet el. Újabb szakaszához ért a Ferencesek utcájának felújítása. Július 16-án a Tettye forrásház szakemberei kezdik meg az ivóvíz és szennyvíz hálózat korszerűsítését. A munkálatok mintegy 12 héten át tartanak majd, és több mint 700 méternyi rendszer újul meg. Kék festékszórók jelzik, hogy felújításra vár a vízvezetékrendszer a pécsi Ferencesek utcájában. A gázvezetékek rekonstrukciója után július 16-án indul az ivóvíz és szennyvíz hálózat korszerűsítése, melyet a Tettye forrásház szakemberei végeznek mintegy 12 héten át. Az utca egyébként hamarosan teljesen új arculatot is kap. Szerintem jó dolog, mert turisztikai szempontból egy előkelő hely a Ferencesek utcája, és hogyha valamit költünk a
pécsi utcákra ugyebár több embert vonz ide, hogyha jól látom. Hogyha valamit adunk a városnak, a város is visszaad nekünk valamit. Én gondolom, hogy igen, jó. Igen, igen. Egyébként érintett voltam egy bizonyos tekintetben. Itt ebbe az utcába dolgozok, itt van az irodánk. Hát ezt fel kell tudni vállalni. Nincs más megoldás. De egyébként biztos, hogy szebb lesz, jobb lesz. Hát nagyon bízok benne, hogy szerencsés lesz a kimenetel. A Ferencesek utcájában egyébként az egyik legelső csatornarendszer szolgál még ma is. Ezt a több mint 90 éves kőagyag vezetéket is kicserélik a szakemberek. A Tettye Forrásház munkatársai egy korszerű vezetékkel fogják kibélelni a régi csöveket. Ez azt jelenti, hogy a béleléses technológia alkalmazásával nincs szükség hosszú munkaárok kialakítására. Vagyis az utca déli oldalán csak ott kell majd felbontásokra számítani, ahol a víz és szennyvíz bekötéseket fogjuk cserélni. Annál inkább érzékelhető lesz a felújítás az északi oldalon, hiszen az ivóvíz vezeték az gyakorlatilag az utcának a szélében fut végig, és csak feltárással lehet cserélni, ezért ezt a részt a korszerűsítés ideje alatt el fogják zárni a gyalogos forgalom elől. Átjárókat az üzletekhez, ingatlanokhoz azonban biztosítanak. Maga a fejlesztés a Jókai tértől indul, és egészen a Szent István térig tart, így több mint 700 méternyi rendszer újul meg. Elsőként az ideiglenes vízhálózat kiépítését kezdik meg a szakemberek, ami a munkálatok ideje alatt végig biztosítja a szolgáltatást, így nem lesz az utcában vízhiány. Elfogadta a Magyarország 2020-as központi költségvetését az országgyűlés pénteken. A költségvetés ezúttal is három részből áll össze, amelyek együttes kiadásai 2020-ban 21.793 milliárd forintot, bevételei 21.426 milliárd forintot tesznek ki, 367 milliárd forintos hiány mellett. A jövő évi költségvetés fókuszában a családvédelmi akcióterv végrehajtása áll, ennek jegyében jövőre 2.228 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A költségvetés másik hangsúlyos eleme a gazdaságvédelmi akcióterv, amely mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek. A kormány oktatásra az idejénél 48 milliárd forinttal, egészségügyre 184 milliárd forinttal szánt többet. Családbarát munkahely címet nyert a Pécsi Tudományegyetem. Az intézmény törekszik arra, hogy különböző programok, táborozási lehetőségek, vagy éppen gyereknapok, családi ünnepségek keretében teremtsen megfelelő körülményeket dolgozóinak és családtagjainak. Az egyetem a Dél-Dunántúl legnagyobb foglalkoztatója, közel 8000 embernek adnak munkát több városban is. Becslések szerint a PTE a családbarát intézkedéseivel 20000 gyermeket, felnőttet ér el. Idejében áprilisban benyújtottuk a családbarát munkahely pályázatunkat, és azt szeretnénk, hogyha inkább az erkölcsi elismerés volt nekünk a fontos, hogy megfelelő motivációt jelentsen a kis csapatunk számára, illetve az egész egyetem is lássa, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy a munkatársaink jól érezzék magukat a munkahelyükön. És így adtuk be tulajdonképpen ezt a pályázatot, aminek a fő vonala az tulajdonképpen a PTA családokért 2019-es programsorozatnak a támogatása volt, illetve hogy ezzel a címmel is egy rangosabb elismerést szerezzünk az idei évben is. Két hónapig megtekinthető Szentendrén a természetes megújuló energiákat hasznosító és az innovatív mérnöki megoldásokat ötvöző Hungarian Nest Plus. A Solar Decathlon 2019 egyetemi innovációs építészeti versenyre pécsi egyetemisták tervezték ezt a mintaházat a Miskolci Egyetemmel közösen. A Magyar Kocka néven is jegyzett négyzetes alaprajzú, általánosságban 100 négyzetméter alapterületű, sátortetős családi háztípust gondolták újra a fiatalok. Az innovatív épület célja, hogy egyszerre hordozza magában a környezettudatos élet magabiztosságát, a modulterek személyre szabott átrendezhetőségét és a plusz energiás rendszer költséghatékony fenntarthatóságának kényelmét. Nyaranta egy nem mindennapi rovar okoz riadalmat városi parkjainkban. A napokban éppen bolyban találkoztak a település lakói ezekkel a félelmetesnek tűnő hártyásszárnyúakkal. Az óriás tőrös darázs nőstényéről van szó, ami elérheti az 5 cm nagyságot is. Félelemre semmi ok, sőt védenünk kell őket, mondja a szakember. Ilyen felvételeket lehet találni a tőrös darázsról az interneten. Az óriási méretű rovar első látásra ijesztőnek tűnik.
Az óriás törös darázssal az a probléma, hogy Európa legnagyobb hártyás szárnyú áll a darázs féléje, tehát 4-5 cm nagyságot is elérhet a nőstény. Most, hogyha egy ilyen állat repül az ember felé, akkor az, hát az ember arra gondol elsősorban, hogy az támadó szándékkal teszi. Pedig nem erről van szó, az embert úgy érzékeli, mint egy terepakadályt, és megpróbálja kikerülni. Ezért az a legjobb, ha nyugodtan megvárjuk, míg a darázs elrepül mellettünk. Támadni nem fog, nincs ok a félelemre, mondja a szakértő. Azonban egyre többször jelenik meg a városi parkokban. Baranyában, Bói területén találtak ilyen állatokat a napokban. Jellemzően ott, ahol öreg fák vannak, vagy ezeknek a tuskói. És ez azért van így, mert ezekben az öreg fákban, tuskóban különböző bogaraknak a lárvái élnek, cserebogaraknak jellemzően, orrszarvú bogaraknak, szarvasbogaraknak. Most az óriás törös darázs a petéit ezeknek a bogaraknak a lárvájába tja le. A lárvákból táplálkoznak és fejlődnek ki a darazsak egy év alatt. Védett állatokról van szó, eszmei értékük 50 ezer forint. Ha valaki ilyen rovarokat lát, akkor keresse például a Dunadráva Nemzeti Parkot. A szakértők beazonosítják, és így megmenekülnek a pusztulástól. A gyakorlat ma ugyanis az, hogy a lakossági jelzés után a rovarirtók érkeznek a helyszínre, és méreggel lepermetezik az állatokat. Közeleg az ősznáz időszaka, amely Baranya megye déli részén általában július utolsó harmadára, augusztus első felére esik. Ilyenkor az őzek jóval aktívabbak, ugyanakkor figyelmetlenebbek és óvatlanabbak is, amely fokozza a baleset veszélyt. Az ilyen ütközések elkerülésére jó módszer az ultrahangos vadriasztó szerkezet, melyet az autóra kell felszerelni és a menetszél hozza működésbe. Emellett egyszerű megoldás, ha rádudálunk az állatra, az ettől ugyanis megijed és elszalad. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyjelző táblával ellátott útszakaszokon közlekedjenek óvatosabban, hanem a termőföldek, erdőterületek mentén is. Fokozottan veszélyes a sűrű bozottal szegélyezett útszakasz, ahol az állatok egy másodperc töredéke alatt kiugorhatnak elénk az útra. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem a legjobb döntés a távolsági fényszóró használata, hiszen korlátozott látási viszonyok mellett, illetve szürkületkor éjszaka az állat a fény felé fordul, megdermed, és kevesebb az esély arra, hogy elkerüljük a vele való találkozást. Tavaly ősszel zárt be a Mohácsi Városi Könyvtár, akkor kezdődött meg az intézmény átfogó felújítása. Április végén átadták a Mohácsi Könyvtárban kialakított természettudományos élményközpontot, amely az általános és középiskolás diákoknak nyújt majd oktatáson kívüli, az élménypedagógia módszereire épülő tanulási lehetőséget, most pedig maga a könyvtár is megnyitott. A mohacsiujsag.hu értesülései szerint, akik tavaly érvényes tagsággal rendelkeztek, kárpótlás gyanánt a kiesett hónapokért most ingyenesen iratkozhatnak be. Ezzel a lehetőséggel 3 hónapig élhetnek az érintettek. A könyvtár hétfő kivételével hétköznap délelőtt 9 és délután 5 óra között, szombaton 9-től délig tart nyitva, idén nem tartanak nyári szünetet. Bolbalka Karina 3 évvel ezelőtt kezdett el futballozni, tehetségére Magyarországon és Romániában is felfigyeltek. Román származású családjával úgy döntöttek, hogy az ottani válogatottságot vállalja, mert ott kevesebb lány focizik és több lehetőséget látnak a fejlődésére. Karina focista családba született, mégis ő maga döntött úgy, hogy ezt a sportágat választja. 13 évesen mind a román, mind pedig a magyar U15-ös válogatottba behívták. Ő a románt választotta. Most értek haza a romániai edzőtáborból. Nekem nagyon-nagyon tetszett, mert heti 2 edzés volt, és közben voltak ilyen csapatépítő programok, és igazából sok barátot szereztem nagyon. Karina édesapja labdarúgó edző, és ismeri mind a magyar, mind pedig a román viszonyokat. Karina itthon 1500 lányból került a legjobb 70-be, Romániában viszont 150 lányból választották be a 18-as keretbe. Tudni kell, hogy a Magyarország, a Márko Edina szövetség kapitán is, a csapata nagyon jó munka folyik itt a női labdarúgás, és a Karina is bekerül abból a 70 fő, ami telki volt a válogatás, az 1500 lányok. És utána kaptunk egy meghívást a Román Szövetség, hogy lesz egy hét edzőtábor, és ott szívesen megnézik a Karina. Részt vettünk, és megmondom, hogy szintén nagyon-nagyon tetszett neki is, meg nekünk is. Úgy gondolkodunk, hogy bármilyen furcsa, itt vagyunk 22 év is, ez az otthonunk most már. Mégis ott születtünk, onnan indultunk,
Karina augusztus közepén egy újabb edzőtáborban vesz részt Romániában, ahová most már csak a 18 fős válogatott keret utazik. Blitzelt a buszon, majd bedurvult. A férfit egy napon belül elfogták a pécsi rendőrök. Csütörtökön fogták el azt a 19 éves pécsi férfit, aki egy nappal korábban egy jegyellenőrt bántalmazott. A blitzelő utas leszállás közben lábon rúgta és leköpte az egyik ellenőrt, majd el akarta hagyni a helyszínt. A sértett a támadója után szaladt, azonban elesett. A férfi ekkor ráugrott, többször megütötte a földön fekvő sértettet, majd elfutott. Az ellenőr a bántalmazás során könnyebben megsérült. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Szüksége van hazánknak egy korszerű honvédségre, ami garantálja az ország biztonságát, mondta a Somogy megyei kormányhivatalban tartott előadásán Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Éppen ezért indul a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, tette hozzá a tárcavezető. Benkő Tibor hozzátette, kiemelt cél az is, hogy Magyarország 2024-ig a GDP 2%-át honvédelmi jellegű kiadásokra tudja fordítani. A magyar honvédelmi reformot a biztonsági környezet gyors változása és a világban végbe menő folyamatok indokolják, mondta Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter elmondta, kettő veszélyeztetettségi irány van a NATO számára, a keleti és a déli fenyegetés, de az elmúlt években, évtizedekben a környező országokban is forrongások történtek. Ilyenek vannak most a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és Szíriában is, folytatta a tárcavezető. Tehát lehet látni, hogy forrong a világ, és bizony a Magyar Honvédségnek az a dolga és az a kötelessége, hogy mindig a legjobb képességet tudja felmutatni. Ebben természetesen ott van az ország felelőssége, ott van a kormány szándéka, hiszen ahhoz, hogy egy ilyen nagy mértékű átalakulást és átalakítást tudjunk végrehajtani, ahhoz kell mind a társadalom, mind a kormány támogatása. Nagyon gyorsan változik a biztonsági környezet, ezért fejleszteni kell a honvédséget, mondta a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programról Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter kiemelte, hazánk biztonsága több pillére nyugszik. A társadalmon, az erős, korszerű honvédségen, a jól kiképzett, lojális katonákon, valamint a szövetségi rendszer által nyújtott garancián. A katonához kapcsolható életpálya, mi az, ami elvárt egy katonától, és mit biztosítunk ennek fejében. Tehát az illetmény, a lakhatás, az egészségmegőrzés programja. Nagyon fontos a társadalomban elfoglalt helye, szerepe a katonának, megbecsültsége, hogy ezt vívja ki a katona saját magának a társadalomban. Fontos a fiatalok megszólítása is, hogy megismerjék hazájukat, annak történelmét, tette hozzá a Somogy megyei kormányhivatalban tartott előadásán Benkő Tibor. Elhangzott, az államigazgatásnak is komoly szerepe van a honvédelemben. Mindenkinek a saját területén meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a magyar emberek és köztük a somogyi polgárok biztonságban és nyugodtan élhessenek, hiszen ennek a megteremtése a magyar egész társadalomnak legfontosabb érdeke. Ha nincs biztonság, ha nem működik a gazdaság, ha nem lehet sikeres senki sem a magánéletében, sem a munkahelyén sem, és nem lehet egy erős nemzet sem biztonság nélkül. Ez egyrészt a Magyar Honvédség feladata, amit én úgy érzem, hogy ezzel a programmal a magyar kormány döntése alapján és miniszter úr végrehajtása mellett meg fognak teremteni. A Megyei Védelmi Bizottság tagjainak, a Megyei Kormányhivatal munkatársainak és a társszervek szakembereinek tartott tájékoztatón Benkő Tibor hozzátette. Kiemelt cél az is, hogy Magyarország 2024-ig a GDP 2%-át honvédelmi jellegű kiadásokra tudja fordítani. Tamási rendőrök fogtak el egy nőt, aki gyanútlan kismamákat vert át az ország egész területén. Interneten árult használt babakocsit, a vételár elutalása után viszont a vevők hiába válták a terméket, a nőnek esze ágában sem volt azt elküldeni nekik. A rendőrség azt tanácsolja, legyünk körültekintőek, ha az internetről rendelünk valamit. Használt babakocsi hirdetéssel vert át az áldozatait a Fejér megyei Sárkeresztúron élő nő. Az ország több távoli településén is éltek áldozatai. A módszere egyszerű volt, a babakocsi árát előre elutaltatta, a vevő viszont hiába várta a futárt. A csalónak esze ágában sem volt elküldeni a megvett terméket. A nőt végül Tolna megyei nyomozók fogták el. Az ügyben a Tamási rendőrkapitányság indított eljárást, ahol megállapítást nyert, hogy a sárkeresztúri nő legalább 5 személynek adta el a babakocsit oly módon, hogy annak vételárát a személyek neki átutalták,
Ő azonban a babakocsit nem küldte el a jogos tulajdonosának. Hasonló esetből egyre több van, mert folyamatosan nő az interneten bonyolított vásárlások aránya. A rendőrség szóvivője szerint viszont egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhető, hogy ilyen csalók áldozatává váljunk. A legeslegfontosabb az, hogy amikor az interneten vásárolni szándékozunk, akkor mindig kérjük meg az eladót arra, hogy egy saját maga által készített fotót küldjön el nekünk az adott tárgyról, legyen ez ruhadarab, használati tárgy vagy akármi más. Hasonlóan fontos, hogyha magánszemélytől rendelünk, akkor semmiképpen se utaljunk előre pénzt, ragaszkodjunk az utánvétes fizetéshez. Ha pedig ezek ellenére is átvernek valakit, akkor lényeges, hogy a csomag felbontása után azonnal tegyen feljelentést személyesen vagy a 112-es segélyhívón, hogy a rendőrök minél előbb elkezdhessék felderíteni az ügyet. A nyarat kifejezetten kedvelik a betörők, ilyenkor ugyanis a nyaralások miatt sok az üresen álló lakóingatlan. A rendőrség szerint érdemes ilyen szempontból is felkészülni, mielőtt pihenni indulunk. A nyári hónapok a betörők kedvelt időszakai. A nyaralások miatt sok ingatlan válik ilyenkor akár hetekre is szabad prédává. Az ilyen lakásokra és házakra szakosodott tolvajok pedig kifejezetten ügyes módszerekkel képesek kifigyelni, hogy hova lehet éppen könnyedén bejutni. Ezt mondja a rendőrség szóvivője. Éppen ezért érdemes néhány jó tanácsot megfogadni, mielőtt pihenni indulunk otthonról. Ismerősöknek, rokonoknak, szomszédoknak szóljunk, hogy az otthonunk környékét folyamatosan figyeljék, és hogyha idegen járműveket, illetve idegen személyeket látnak a környéken, akkor a járműrendszámát írják fel, illetve figyeljék meg azt, hogy ezek az idegen személyek miért is kerültek oda a mi otthonunkhoz közel. A redőnyöket sem érdemes teljesen leengedni, ez is figyelemfelhívó jel lehet ugyanis a betörőknek. Ha napokig nem mozdul az ablak sötétítője, akkor jó eséllyel nem is tartózkodik senki a házban. A postaládák ürítését is érdemes ismerősre bízni. A sok levél és boríték szintén szemet szúrhat a tolvajoknak, de az internetes megosztásainkkal is érdemes csínyán bánni. Ne hívjuk fel figyelmét az embereknek a közösségi oldalakon, hogy milyen utaztunk, ne posztoljunk élőben, hogy éppen hol tartózkodunk, hiszen az a betörőknek, illetve azoknak a személyeknek, akik az otthonunk biztonságát meg akarják valamilyen módon kárhoztatni, azok rögtön oda fognak erre figyelni. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság egyébként évek óta működteti az országosan is egyedülálló úgynevezett nyaralókártya nevű programját. Ennek a lényege, hogy aki huzamosabb időre elhagyja az otthonát, annak egy rövid rendőrségi regisztrációt követően lehetősége lesz arra, hogy az egyenruhások naponta többször is ellenőrizzék, hogy minden rendben van-e a házak körül. Családoknak szánt közösségi teret alakított ki a szekszárdi önkormányzat a helyi Fagyöngy utcában. Az autóforgalom elől elzárt, fásítás előtt álló területre a gyerekeknek játékokat szereznek be, és helyeznek ki a szüleiknek és nagyszüleiknek pedig padokat. Sőt, nem messze még egy kerékpáros pihenőt is fejlesztenek. A beruházásokat pályázati pénzből finanszírozza a város. Több szakemberre megvizsgáltuk, hogyan lehet majd fákat ültetni, hogyan lehet biztonságosan elkeríteni a gépjármű forgalom elől. Ezek lesznek az első munkálatok, amiket a szekszárdi Fagyöngy utcában található, most még füves területen végeztet el a város önkormányzata. A közel 1000 négyzetméteres parcellán családoknak szánt közösségi teret alakítanak ki hamarosan. Alapvetően természetesen egy játszótér lesz, de igyekszünk olyan eszközöket, olyan pihenő alkalmatosságokat kitenni, amik természetesen nem csak a gyerekeknek, hanem szülőknek, meg az időseknek is adnak lehetőséget a szabadidő eltöltésére. Innen néhány 10 méterre található a város egyik kerékpárútja. Az amelletti pihenőhelyet is tudják ugyanebből a pályázatból fejleszteni. Oda több bicikli beálló padok és ivókút kerül. A körzet önkormányzati képviselője, a város alpolgármestere azt mondja, a fejlesztés sokat javíthat a környéken élő komfortérzetén. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy nagyon jó közösségi tér lesz, nem csak az ott lakók, hanem a városban lakó valamennyi polgár számára is. A szekszárdi Fagyöngy utcába tervezett játszótér építése a tervek szerint akár már ősszel elkezdődhet. Híradónk végén baranyai témáink, még egyszer röviden. Védelem az árvíztől, záportározó segít megfogni a lezúduló csapadékot. Folytatódik a felújítás a Ferencesek utcájában, a vízvezetékrendszert korszerűsítik. Félelmetes és óriási darázs a városokban, azonban ártalmatlan a hártyásszárnyú rovar. Román válogatott baranyai focista, a női vonalat erősíti a tehetséges fiatal.
Szombaton továbbra sem tér vissza a hőség, egy hideg front nyomán sokfelé zivatarok tarkíthatják az időjárást. 23-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap szeles napra és elszórtan további záporok, zivatarok kialakulására lehet számítani. Az északi a szelet sokfelé erős, főként a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban is csak 22-24 fokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!